Bemutatjuk a földrajzi árujelzőket és a hagyományos különleges termékeket. A földrajzi árujelző uniós oltalom. Az oltalom a termék elnevezését védi. A földrajzi árujelzőt, vagyis az elnevezést az a termelő vagy gyártó jogosult használni, aki a termékleírásban meghatározott földrajzi területen belül működik, és a termék előállítása során betartja a termékleírásban foglaltakat. A termék földrajzi területhez való kötődése alapján a földrajzi árujelző kétféle lehet. Eredetmegjelölés és földrajzi jelzés. Ennek megfelelően a borok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek címkéjén az oltalom alatt álló eredetmegjelölés és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés, míg a szeszes italokon a földrajzi jelzés megkülönböztető megjelölés szerepelhet. A megkülönböztető megjelölést, valamint a vonatkozó uniós szimbólumot csak azok az előállítók tüntethetik fel a csomagoláson, akik az adott terméket a meghatározott területen és módon állítják elő. Az agrártermékek uniós elismerése csak akkor biztosítható, ha a termék jellemzői és annak földrajzi eredete között kapcsolat áll fenn. A földrajzi árujelzővel ellátott termékek előállítása a termelői közösségek részére magasabb jövedelmet biztosít. A termelő részéről elősegíti a minőségi agrártermékek előállítását, és javítja azok értékesítési lehetőségeit, a fogyasztók számára pedig garanciát nyújt a termék földrajzi eredetére és minőségére vonatkozóan. Eredetmegjelölés oltalom alatt áll például az akasztói szikiponty, az alföldi kamilla virágzat, a tuzséri alma, a tokai bor, a fertőd vidéki sárgarépa és az őrségi tökmagolaj. Földrajzi jelzés oltalom alatt áll például a magyar szürke marhahús, a szentesi paprika, a szilvásváradi pisztráng, a balatoni bor, a gyulai kolbász, illetve valamennyi pálinka és törköly pálinka. Hagyományos, különleges termékként történő uniós elismerésre azok a termékek jogosultak, amelyek összetételükben vagy előállítási módjukban hagyományosak, anélkül, hogy valamely földrajzi területtel kizárólagos kapcsolatban lennének, valamint a hazai piacon legalább 30 éve bizonyítottan jelen vannak. Ilyen termékek például a tepertős pogácsa, a pozsonyi kifli és a rögös túró. A hagyományos és tájjellegű termékekkel az Agrárminisztérium által a Hagyományok, Ízek, Régiók közismert nevén HÍR program keretében kiírt felhívás keretében lehet pályázni a hírvédjegy használati jogának megszerzésére. 2022 év végéig 221 termék nyerte el a hírvédjegy használatának jogát, 17 termék pedig már az uniós oltalmat is megkapta, mint például a nagykörűi ropogós cseresznye földrajzi jelzése. A földrajzi árujelzők és a hagyományos különleges termékek elismerését segíti és támogatja az Agrárminisztérium és a Kamara helyi termék kézikönyve.